Biztos láttatok már a tévében ilyet, hogy mennyi szarva szalad át az úton, szokták mutatni minden évben. De az nem magától megy, tehát annak lenne jobb dolga, mint ott szaladgálni. Fazekas Gergely vadász magyarázza a diákoknak, miért veszélyes a szarvasagancs gyűjtés. A vadászkamara vármegyei titkára a Kállai gyűjteményben megnyílt időszaki kiállításhoz kapcsolódóan mesélt a vadon élő állatokról fiataloknak, akik kézbe is foghatták az elhullajtott szarvasagancsokat. Gyakorlatilag ugye ez az agancshullajtás időszaka itt a február végétől megindulóan. Nekünk itt a megyében olyan nagy gondot nem jelent. Nem jellemző itt a megyében az, ami Dunántúlon több esetben jellemző, hogy kimondottan nyerészkedési céllal ilyen agancsgyűjtők járnák az erdőt. Ezek az agancsgyűjtők nyilván ilyenkor megzavarják a vadat, ebből alakul ki az, hogy ezek a szarvas ruddik ugye sokszor nem kívánatos helyen vagy kontrolláltan módon ugye megjelennek az úton, átszaladnak, és abból baleset van. Nálunk ez nem jellemző. Egyrészt agancsot sem gyűjtenek ennyire szervezetten, másrészt, hogy mondtam is, nincs olyan mennyiségű szarvasunk, hogy ilyen nagy szarvas csapatokba, ruddikba összeállnának. Fazekas Gergely hangsúlyozta, hogy egy-két kisebb agancs hazavitele a joggyakorlat szintjén nem szokott büntető eljárást eredményezni, de a nagyobb tételben illegálisan otthon tartott agancsok esetében, vagy tettenérés következtében akár több milliós büntetést is ki lehet szabni. Maga a vadászati törvény, ami ennek a területnek a jogforrása, egyértelműen rögzíti, hogy a vad és annak minden származéka, legyen ez tojása, hullajtott agancsa, bármilyen része, a magyar állam tulajdona. Ugye ezt a vadásztársaság vadászata jogosult kapja haszonbérbe, ő hasznosítja. Tehát innentől kezdve, hogyha én találtam egy elhullajtott agancsot kint az erdőbe, legyen az a legkisebb őzagancs, vagy a legnagyobb szarvasagancs, teljesen mindegy, az nem az én tulajdonom, az, hogyha elviszem, az kvázi egy tulajdonnak a elvétele, kvázi lopásnak minősül. A vadászkamara titkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a szarvast gázoló autókban keletkezett kárért egyedül a sofőrt terheli a felelősség, így sem az erdőgazdálkodások, sem a vadászkamara nem illetékes az esetleges javítatás költségeit átvállalni. A szarvas agancs hullajtás időszakában tehát érdemes fokozottan figyelni az országutakon, és emlékeztetni magunkat arra a mondásra, miszerint nem a szarvas megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn.